Oszi bácsi itt van újra, hogy szétrúgja Dagoth úrnak a seggét. Jó kis intro, mi? Valakinek ez az első videója tőlem, mindig erre gondolok. Ez az első, meglátja Oszkár videóját, ide kattint, és akkor így. Ez a beköszönés. No, egyből egy feliratkozás már megérdemel, nem? Na, sziasztok, kedves Ambak! Én Oszi bácsi vagyok, Oszkár, és ez itt a Morrowind végigjátszásomnak a következő része. Kipihent vagyok. Valami bujkált bennem szerintem, valami betegség, tegnap egész nap aludtam, és most is délig. Úgyhogy nagyon ki vagyok pihenve. Plusz egy kicsit be is kóláztam, tudod, mielőtt bekómálok, bekólázok. Na, viccet félretéve, világ megváltó akcióba fogok lendülni. Először a gameplay üzemmódot nyomjuk be, és akkor az érdekességet gyorsan le is darálom. Szóval a Morrowind adatfájlokban 3 nem használt hangfájl található, amelyek neve moan2.mp3 és roar2.mp3 és scream2.mp3. Ezek cicák helyettesítő hangklipjei, amelyeket a fejlesztők a Kaguuti számára használtak, amikor a játék még fejlesztés alatt állt. A klipeket nyilvánvalóan kicserélték a Kaguuti számára megfelelőbb hangokra, de magukat a fájlokat nem távolították el. Micsoda fantasztikumok vannak itt, mi? Miki nem derül, Miki. Miki egér. Na, akkor átrakom most már a control monitorra az OBS-t, átállítottam a fehér hangulatú felületet, hogy több fény érkezzen a pofámra. Nem, mint hogyha Balázsnak a fénye nem lenne elég, sőt, még sok is. De mindegy, a lényeg az, hogy jól meg vagyok világítva pofázatilag. Bocsánatot kérek. Na, akkor menjünk szerintem most már tova. Ugye most a táborokat kell felkutatni, mind a 4 tábort. A hamuföldi tábort, ebből már 2 ugye megvan. És hogyha most minden igaz, akkor az ahemmusákat fogjuk felkutatni, és hát valamiféle kis huncut dolgokat fogunk velük kapcsolatban elkövetni. Eme huncut dolgok pedig... Nem tudom, hogy mi. De egyébként nem tudom, megfigyeltétek-e, a hamukánoknak a arca, az mind a... hát az előzőnél is ugyanez volt. Tehát ez a hamukán ugyanaz, mint az előző hamukán, ugyanúgy néz ki, csak van ilyen fejfedője, meg talán egy picit más ruhában van. De egyébként ez egy kicsit ilyen poén. Gondolom, hogy a következő 2 is olyan lesz. Na, tehát ez a Zainab. Na most az Ahemmusa, az itt van fent északkeleten. Szerencsére be van jelölve. És kíváncsiságból megnézem még ezt is. Aha, az Erabénim Szun tábor is meg van jelölve, halleluja. Szuper, jó, akkor teleportálódjunk szerintem Telvosba. És kíván csacska a macska, hogy vajon milyen feladatot kell majd teljesítenem. Aha, szuper, elsőre sikerült, és akkor innen már csak északi irányba kell vennünk az utunkat. És akkor megyünk most, kicsit sétáljunk már így, hogy naturálisan oldjuk meg a dolgokat. Kanóc búza, szerek egy kis kanóc búzát. És ezt megeszem. Milyen hatása van neki? Semmi. A kanóc búza egészséghelyreállító. Tehát, hogy ilyet szedsz, és kombinálod valami mással alkimiában, akkor gondolom, hogy gyógyítalokat lehet összeütni. Jaj. Én használom ezt az éjjeli szemüveget alváshoz. És hát eznek már elég jól kezdve itt a kis izéje. Kis tartóka, nem tudom, minek hívják ezt, tehát ugye a fejemre kötöm rá, mert nagyon ki van nyúlva. Ez kicsit irritálja a fülem mögötti régiót. Azt hittem gomba, de nem. Nem gomba. Csupán egy kis kikezdemény. Kikezdeményezett. Én voltam. Jaj. Szóval, hát igen, nagy kopársíkság az egész terület. Morrowind az már csak így néz ki, minimalista. Na jó, de nyilván ez azért máshogy nézett ki, amikor még az orrodig is alig láttál. Szóval nem volt ez, nem tűnt ennyire kopárnak. Majd látom. Hoppá! Nem volt ez ennyire kopár. Hát csak így tűnik annak. De, jó játék ez, én szeretem. Gyere patkány, hagyd döfjelek le téged is. Jó öreg patkány. Szóval így sétálunk. Egy kis dombra lecsücsülünk. Na gyere, hadd döfjelek, szálljon. Oh, hello. Hát igen. Na most nagyon OP a karakter. Tökön passzoljon, haladok. Na úgy itt szerintem van egy út. Ha ezt követtem volna. Akkor iratkozz fel, látom megjelent kiírás. Iratkozz fel, mert kevesen morrowindeznek. Komolyan hány magyart ismersz, aki morrowindezik? Most gondolom be fogod írni a YouTube keresőjéből, hogy Morrowind végigjátszás magyar, ugye? Látlak! Köcsög. Ó, nézd már, két bogarantyhajcs. Egy bogarantyhajcs, meg kettő. Semmi nem állhat az utunkba. Én vagyok Nerevarin. A hős. A helyi Superman. Nézd meg ezt a levél textúrát, ó, gyönyörű. Na, megérkeztünk. Hé, én vagyok a Nerevarin. Hölgyek, zsinórra. Zsinórra. Na nézzük. Hopp, az nincs rendesen letéve a földre, kérem vissza a pénzemet. Na, vagy a javasasszonyhoz akkor ugorjunk csak be, hol van a javasasszony. Előbb láttam itt sétálni, ez nem ő volt. Szerintem az, nem? Hé, javasasszony! Azt javaslom. Idegen! Azt hiszem, te szerepeltél azokban az álmok és látomásokban. Ó, igazán? Szóval nedves álom volt? Álmok és látomások. Az elmúlt 7 éjjel egy fehér guárral álmodtam. Tudom, hogy ezt az állatot az istenek küldik, hogy segítsen a törzsemnek. Súlyosan szenvedünk a betegségektől, és a varázslataim egyikével sem tudom gyógyítani őket. Találd meg nekünk ezt a fehér guárt, idegen. Hadd mutasson általad új reménységet a népemnek. Megpróbálom megtalálni a fehér guárt. Tudom, hogy te vagy az egyetlen, te vagy Neo. Menj most! Biztos vagyok benne, hogy ez az állat meg fog neked jelenni. A látomásomban ott láttam, ahol az út ketté ágazott, és ahol a sziklák úgy nőttek ki a földből, mint kéz ezen az ujjak. Ja, igen, emlékszem erre a küldetésre, nem volt a kedvencem. Ráadásul a Morrowindnek van egy olyan negatívuma, hogy a bejárt területeket így besatírozza. Mert ugye alapjáraton lehet látni nagyjából az útvonalakat. Na, hogyha be van satírozva, akkor hát nem nagyon. Úgyhogy itt most... hát most markolni fogok egyet, várjál. Markolni egyet, tudod? De bármikor vissza tudjak teleportálódni. És hát gondolom, hogy nincs olyan nagyon messze, de egyébként most azon gondolkodok, megmondom az őszintét, hogy van nekem olyan, hogy common disease-nek a gyógyítása touch jelleggel. Hogy például mi lenne akkor, hogyha én saját kezüleg gyógyítani meg mindenkit. Hogy lehet-e ilyet egyáltalán csinálni? Gondoltak -e erre a készítők? Nem valószínű amúgy, de... Na, te például beteg vagy, jó harcos? Most már nem vagy az. De. Azt hiszem, hogy nem igazán érdekli őt. Emetény, meg lett gyógyítva. Szevasz, málhás guár! Épp például egy szelíd guár, látod? Meg lehet pakolni. Itt a lovat. Hát megülni nem tudom, hogy meg lehet-e, de elméletileg ott fel tudnék kapaszkodni rája. Egyébként emlékeztet ez a lény a Golden Axe-nak az egyik karakterére, a csirkelábra. Mindenki csirkelábnak hívta, nem tudom miért. Ugye a farkával lehetett hatalmasokat ütni, elbuktatni az ellenfeleket. Ja. Na hát ahhoz, hogy megtaláljuk ezt a guárt, nem tudom, én amikor magamnak játszottam ezt a játékot, akkor nem találtam meg. De most... Ez már nagyon rég volt. Én most megpróbálom azt csinálni. Ugrok egyet. És repüljünk. Szóval egy olyan helyen van, ahol a földből úgy állnak ki a sziklák, mint kéz, ezen az ujjak. És ketté ágazik az út. Hát, az a baj, hogy túl magasan vagyok. Kicsit lejjebb ereszkedek. Hogy lássam azért az útvonalakat. Szóval... Hol lehet? Hol vagy, fehér guár? Hát igen, szerintem jóval visszább kell menni, abba az irányba kell szerintem menni. Valahol ott lesz. Ahhoz meg, hogy ezt megcselekedjem, egy picit nagyobbakat kell ugrani. Ugrok például egy jó nagyot. Abba az irányba megnézzük, hogy... ott lesz! Még ott vannak az ujjak, látod? Igen, gondoltam, hogy nem lesz olyan nagyon messze. Itt van a fehér guár. Na. Jó van, fehér guár, akkor remélem, hogy te fogsz jönni. Azt mondja, hogy megtaláltam a fehér guárt. Mihelyt a területére értem, azonnal elindult nyugatra. Na. Remélem, hogy a scripted nem fog buggolni. Remélem, hogy Todd Howard rendesen beprogramozott téged. Fehér guár. Na, hová mész? Mit akarsz nekem mutatni? Megvédelek. Ne aggódj, hogyha esetleg megtámadna valaki, hogy próbálkodik lopakodni, vagy hát, hogyha nem bukunk le. Bár lopakodni eléggé nem nagyon tudok. Na. Úgy van. Nehogy itt kipurcanjál nekem, vajon meggyógyítalak. Tudom, hogy egy hullát látnék, így a távolból. Csak nem oda akarsz elvezetni engem. Nem egy varázstárgy lesz a hullánál. Új bejegyzés. A guár elvezetett egy csoport sziklához és fához. Itt találtam egy női holttestet, amely úgy nézett ki, mintha egy gyógyító lett volna. Ashamanu amuletje, 640 az értéke, sorvadás gyógyítás magadra, egészséghelyreállítás 5 pont, időtartam 5 másodperc magadra. Ez egy elég hasznos, főleg, hogyha a játék elején találnánk meg, mert akkor sorvadástól nem kéne fosnunk. Jó, hát akkor ezt magamhoz veszem. Köszönöm szépen, fehér guár, megsimogatjuk a fejét. Akkor megyek is vissza. Azt mondja, hogy a recall varázslatot fogom használni. Hölgyem, erre találtatik. Megmentem a népét. Találtam egy varázstárgyat, ami jól fog jönni. Hát én a sorvadást azt nem tudom gyógyítani. Bár mondjuk most már van elég manám hozzá talán. Meg talán tudásom is. Mi van az erőmmel? Várjál. Ezt restaurálni kell. Úgy ne. Na, jöjjön csak ide. Hoztam egy varázstárgyat. Mondd el, mit találtál, te, akit a látomásomban láttam. Megtaláltad a fehér guárt? Meg bizony, és nem is fogja elhinni, hogy mit találtam még a fehér guáron, mert túl. Láttam a küldetésedet az egyik álmomban, tudom, hová vezetett téged a fehér guár, és tudom, hogy ki volt ő. De hogyha tudja, akkor miért nem ment ő oda a varázstárgyért, érted? Az álmomban láttalak, hogy Ashamanu maradványa felé haladtál. Ő egy gyógyító volt, sok-sok évvel ezelőtt. Ahhoz képest egész jó bőrben volt. A saját életét áldozta, hogy megmentse a többiekét. Úgy tartják, az életét áldozza újra, és így az emberek életben maradnak az önfeláldozásának köszönhetően. Tanulja voltál egy csodának, gyermekem, most már a kezedben tarthatod Ashamanu amulettjét. Jó, de ez nektek nincs rá szükségetek esetleg? Köszönöm, gyermekem, ez az amulett lesz népem megmentője. Fogd ezt viszonzásul, ez a pajzs a legendás a népem között, a rettenthetetlen pajzsa. Használd, és érezni fogod, hogy visszatér az erőd, ha elfáradnak tagjaid. Jó utat, barátom. Köszönöm szépen. Ursa Musa hiszi, hogy az amulett segítségével ki tudja gyógyítani az embereket az őket sújtó betegségből. Hálából odaadta nekem a rettenthetetlen pajzsát, ami úgy tűnik, hogy egy helyi legenda. Ez mit tud ez a pajzs? Erőnlét helyreállítás 10-30 pont magadra. Hát, igen. Aranyosak. Igen, ez mi ez a kulcs itt? Ja, a bilincs kulcsok. Na és akkor... Te Oszi bácsi vagy. Én, így van. Én vagyok Oszi bácsi. Bizony. Pillanat, csak nózit fújok. Azt mondják, birtokodba került Ahemmusa amulettját, az előbb adtam oda önnek. Nem szedjük a Wintont, hölgyem. És most a javasasszonyunk meg tudja gyógyítani a betegségünket. Nem te vagy a javasasszony? Még azt is hallottuk, néhányan azt mondják, te vagy a Nerevarin, nagyon hálásak vagyunk, szükséged van valamire? Bizony, hogy én vagyok a Nerevarin, borulj le. Hail to the king, baby. Azért jöttél, hogy elnyerd a Nerevarin nevet, akkor a javasasszonyunkkal, Sinnammu Mirpállal akarsz beszélni. De előtte tiszteletet kell mutatnod, és beszélned kell valamelyik gulakánunkkal. Őket a jurtáikban találod. Fogadni fognak téged. Oké. Na jó, akkor szerintem beszéljünk azzal a javasasszonnyal. Mamája jurtája. Nein. Nummu jurtája. Igen, javasasszony úrta egy picit nagyobb, mint a többi. Jelezvén, hogy ki ő. Vannak itt. Csokolom. Mutattál már udvariasságot gulakányaim irányába? Nem? Ennyire modortalan vagy? Menj! Tedd meg, amit meg kell tenned, mielőtt velem beszélsz. Oké, bocsánat. Bocsánatodért, esedezem, hölgyem. Hol van egy gulakán? Gulakán! Én vagyok az unokád! Na várj, hol van a gulakán? A hamukán az már itt van. Hát akkor gondolom hamukán, nem? Ó. Itt nincs senki. Hova tűnt? Hamukán. Kausi jurtája. Na, jó napot. Ön egy gulakán? Mit tudsz a Nerevarin proféciákkal kapcsolatban mondani nekem? Én vagyok az a külföldi, akiről beszélsz. Bizony, én vagyok. Illetve, hogy rossz helyre jöttem. Na akkor ez. Jó napot kívánok! Azt mondja, hogy... Meg kell bocsátanod nekünk, lehet, hogy ezek nagyszerű napok, talán a proféciák is beteljesültek. De az Ahemmusa törzs csak azt látja, hogy éhség van és betegség, és szörnyek leselkednek ránk. Egy hős újjászületése biztos csodálatos dolog, azonban ez keveset jelent nekünk mindaddig, míg nem vagyunk biztonságos helyen. Vagy én megoldom a dolgokat, csak szóljatok nekem. Megjött a hős sztori, csak szóljatok nekem. Na, szóval azt mondja Sinnammu, hogy ha lopni jöttél, jobban tudod, hogy semmink sincs külföldi. Ha harcolni jöttél, akkor ölj meg minket, essünk túl rajta. De ha te vagy a Nerevarin, kérlek, találj az Ahemmusának egy biztonságos helyet. Hát jó. Szükségünk van egy helyre, ahol nyájaink és embereink biztonságban lehetnek a sorvadástól és a sorvad szörnyektől. Ez nekünk élethalál kérdés. Bízunk benne, hogy egy napon a profécia Nerevarinja legyőzi Dagoth Urt, megdönti a hamis istenek hatalmát, és a sorvadásnak vége lesz, nem lesz több beteg állat és szörny. És mi békében élhetünk itt. De ha most nem találunk egy biztonságos helyet, nem érjük meg ezt a boldog napot. Ja, Istenem. Na. Szóval akkor mi van még itt? A Nerevarin kultusszal kapcsolatban. Kérlek, ne beszélj itt nekem proféciákról. Segítségre van szükségünk most rögtön. Na jó, nyugodjon, segítek én, persze. Csak a hamukán az hol a tökönben van? Is there something I can do for you? Sorvad szörnyek. A korprusz emberek a hegy alól jönnek, úgy vadásznak éjjelente, mint a démonok. Követik a sorvasztó viharokat, és halált, betegséget hoznak. Vadászok nem vadásznak, a pásztorok nem teszik a dolgukat, a félelem tartja vissza őket, hogy kimenjenek a földekre. Ahemmusa a béke népe, nem a háborújé. Ha harcolunk, meghalunk, ha nem harcolunk, meghalunk. Segítséget kell szereznünk, különben semmi sem marad belőlünk. Hát mondjad, hogy kit rúgjak segbe. Ezt megoldom. No problem. Na, hölgyem, ön ki? Lanabi. Ki vagy te, mit akarsz? Hát én vagyok a Nerevarin. Várj, csak mi? Tiszteletet, mond. Beszél valamelyik gulakánunkra, őket a jurtaikban találod. Aha. Jó, hát már akkor ezek szerint beszéltem vele. Azt hittem, hogy egy könyvet látok itt, de nem. Na jó, hol van akkor még egyszer a javasasszony? Beszéltem a gulakányaikkal. Igen. A pásztor Kausi beavatott, a vadász Dutadalk testvér és a felderítő Sinnammu testvér. Hát velük még azt hiszem nem beszéltem. Úgyhogy akkor megyek. Zalit. Nem őt keressük. Igen, ővel már beszéltem, nem a Málhásguárral. De miért hívják Málhásguárnak a hölgyet? Yes, Outlander, how do you do? Málhásguár vagy hölgyem? Málhásguár. Kammu. Gyanítom, hogy ezek itt a környéken ólálkodnak. Hol lehetnek? Hol vagytok, köcsögök? Az ott egy szörnyeteg. Hát lehet, hogy tényleg csak a sátraikban vannak. Hát akkor, ha ez így van, akkor no problem. Akkor bekopogok először ide. Mamajau. Interesting. Ahemmusa. Igen, nem, hát igen, ők azok. Na várjál, biztonságos hely. Szóval sorvad szörnyek fenyegetik eme népet, és a föld alól jönnek, akkor én gyanítom, hogy itt van valamiféle járat, valami kis lejáratszerűség. Lehet, hogy még a barlangból jönnek, valami víz alatti barlangból. Itt körülnézek környéken, hát hogyha megtalálom a forrást. Valahonnan így a közelből jönnek, és éjjelente vadásznak. Ami most éjszaka van, ha minden igaz. De ez még nem feltétlenül jelent bármit is. Esetleg itt egy barlangbejárat. Nincs. Nincs. Nein. Haha, jól gondoltam. Grotta. Itt körülnézünk. Óriási kagyló, nézz oda. Nagy göngy. Göngy-kagyló. Ez a draug. Igen, hát ez egy ilyen új vízi szörny, bizonyos szint felett jelenik meg. Izé az, hogy van most ez a varázslatom? Ez csak 10 másodpercre van állítva. Hát igen, már nem is lenne rá szükség igazság szerint, mert már nem tudok megfulladni. Hát lehet, hogy ez most fölösleges kiruccanás. Felfelé úszás, de gyors. Ó, halló! Arról gondolok, hogy lehet, hogy innen jönnek a szörnyek, de hát nem valószínű, mert nagyon el van árasztva ez a terület. Ezek a gyöngyök egyébként ilyen 100-at érnek, szóval mit tudom én, játék elején még ezek eléggé drágák. Jó, jó, hogyha van. Igen, szóval vannak ilyen design-béli hibák. Például, mit tudom én, folyamatosan gyógyítja a karakteremet egy varázslat, akkor nem tudok megfulladni, meg ilyenek. Hát azt hiszem, hogy ez nem a megfelelő hely, nem ide kellett volna jönni. Úgyhogy akkor szerintem rikollozom magam a hideg vízből. Uff. Milyen szép az égbolt már megint. Na Kammu, te mit tudsz mondani nekem? Semmit. Na nézzük meg akkor, hogy mit ír az újság. A végigjátszás. Szóval... északi részében találtam meg az Ahemmusa táborát. Beléptem jósnő sátorába és beszéltem vele. Első lépésként beszélnem kell 3 törzsbélivel. Kaushi, Datudák, Jenemű Galukánnal. Miután ez megvolt, visszamentem hozzá, aki elfogad Nerevárnak, ha ősi szent helyükön Ald Daedrothon békét teremtek. Aha. Kaushi, Datudák, Jenemű. Kaushi. Akkor még Kausival kell beszélni. De ő hol a tő ügyben lehet? Ezt nézem, hogy Vibrance. Csak egy dolgot beállítok. Alright. Performance mode on people. Szent. Kaushi jurtáján, hát már vele is beszéltem. Amuföldiek, lélekbetegség. Igen, hát vele beszéltünk az előbb. Akkor lehet, hogy már most mehetnék vissza a javasasszonyhoz. Vagy még azért Datudák, és ővel is beszélünk, igen. Mi vagyunk az Ahemmusa törzs. Ez az Ahemmusa tábor volt az Ahemmusák utolsó menedéke, de többé már nem biztonságos hely, a sorvadás elemészti a földjeinket, a csordáinkat, a vadjainkat, a népünket. A vörös felhő megmérgezi csordáinkat, és megöli a vadakat. A sorvasztó betegség pusztítja nyájunkat, és megnyomorítja embereinket. Ezek az Ahemmusák utolsó napjai. Ez az Ahemmusa tábor. Még azt hiszem, hogy most már mehetünk a javasasszonyhoz. Ezek szerint csak ennyi volt a dolognak a lényege. Na, hölgyem, most már beszéltem mindenkivel. Igen, beszéltem mindenkivel. Most már akkor beszélhetnénk. Az Ahemmusa tábor. Igen, ez az Ahemmusa tábor. Ezeket az álmokat, a nyugtalanító álmokat a Sharmat, Dagoth Ur küldi ránk. Sharmat. Ördögi küldemények. Fekete hazugságok. Ne hallgass ezekre az álmokra, mert az őrületbe kergetnek. Nem tudom, most akkor mi a probléma? Lehet, hogy megint beakadt a játék. Igen, azt mondja, hogy tehát beléptem a jó. Igen, beszélnem kell három. Tehát beszéltem velük. Nem értem. Most mit csinálok rosszul? Hát beszéltünk mind a hárommal, nem? Amikor visszamegyek, az végig kattintgatom az összes lehetőséget. Lehet, hogy valamit mindig kihagyok. Biztos, hogy így kattintok minden szart. Ez a baj, hogy ugye a legtöbb karakter ugyanazt mondja. Szóval, hogy ilyen szempont, ezt egyébként már akkoriban is így megjegyezték az akkori cikkírók, hogy hát jó, tök jó, hogy ilyen sok mindenről lehet beszélgetni a karakterekkel, csak hogy nagyon sokszor hangzik el ugyanaz. Inkább lenne kevesebb, de mindenki valami egyedi dolgot mondana, de és akkor úgy tényleg érdemes lenne mindenkivel leállni, beszélgetni. De az ember sokszor már azt se tudja, hogy mi van. Na, talán most már jó lesz. Oké. Na, akkor megyek most már a javasasszonyhoz. Na, már tényleg beszéltem mindenkivel. Tehát, a birtokodba került Ahemmusa amuletje. Ursamu Rapli elmesélte látomását, és most eljöttél. Nagy szolgálatot tettél a törzsnek, de talán még egy ennél nagyobb szolgálatot is tehetsz nekünk. Hallottam egy külföldiről, aki megkísérli betölteni a Nerevarin proféciákat, és Nerevarin szeretne lenni. Te vagy ez a külföldi? Igen. Igen. Szarrá fosok bárkit, hogy az legyek. Ismerem a proféciákat. Tudom, hogy van egy külföldi. Az Urshilaku klán barátja, aki nagy tetteket vitt véghez, és szeretné beteljesíteni a jóslatokat. Te vagy az a külhoni? És miért jöttél? Azt akarom, hogy az Ahemmusa Nerevarinnak nevezzen. Meg fogom vizsgálni a bizonyítékaidat, te pedig elmondod a történetedet. És ha meg leszek elégedve, akkor szokásainkhoz híven és a jóslatoknak megfelelően kinevezlek Ahemmusa Nerevarinnek. De ennek ára lesz. Az Ahemmusa törzsnek szüksége van egy biztonságos helyre, és ezt te fogod megkeresni nekünk. Rendben, de mégis hol lehet ez a biztonságos hely? Régen az Ahemmusa, ha veszély fenyegette, menedéket talált Ald Daedroth romjaiban, de közben megjelent Hlireni Indavel papnő, helyreállította a daedrikus szentélyt, és most Sheogorath imádói tartózkodnak ott, akiket szörnyű varázslatok és megidézett lények óvnak. Először el kell menned Ald Daedrothba, és biztonságossá kell tenned az Ahemmusa számára. Aztán visszatérsz, én elkísérlek oda, és ha azt látom, hogy Ald Daedroth biztonságos hely népemnek, akkor Nerevarinnek nevezlek. Ó, megint egy kísérgetés, szuper. Na és merre van ez az Ald Daedroth? Ald Daedroth egy daedrikus szentély Sheogorathbannak, az őrület urának, az őrült úrnak szentelve, igen, az őrület urát, igen, ő egy... A külső romok egy szigeten vannak nagyon messze éjszakra, ahogy a szírti repkedő repül. Értem. Ki ez a Hlireni Indavel papnő? Szexi? Legalább szexi? Csak annyit tudok róla, hogy egy dánmernő, és hogy a követőivel együtt ellenszegült a templom tilalmának, ami a bajok házának 4 sarka. Mehrunes Dagon, Molag Bal, Malakat és Sheogorath Dédra lordok imádatára vonatkozik. Mióta olyan sok ordinátort lefoglal a Dagoth Ur seregei ellen küzdelmem a szellemkapunál, egyre több benépesül újra a korábban elhagyatott dédrukus helyek közül. Jó. Oké, hát akkor egyértelmű a szituációs együttható. Akkor ide egy márk varázslatot nyomok. Vissza tudjak ide bármikor teleportálódni. Lehet, hogy alszok is egyet. Úgy van. Szépen megvirradt. És akkor itt már, Ald Daedroth, igen, már látom is, hogy merre található. Akkor most szépen elmegyünk abba az irányba. Bizony, ezt az utat majd így gyalog meg kell tennünk. Főleg, hogyha beakad a script, akkor az rohadt jó lesz megint. Mert azzal a varázslattal kell az óránál fogva vezetnem a nőcit, a javasasszonyt. Kiállok a szírtrász, gyertek! Ho-ho! Esélyetek sincs, köcsögök. Na de én most nem akarok túl sok időt ezzel eltölteni, úgyhogy ugorjunk. Hú, innen majd tudok tovább ugrani. Na. Szóval ott van az a nagy szentély. Hú-hú. Itt fogok meghalni, azt mondja. Hát, kötve hiszem. Szerintem sokkal inkább te fogsz itt meghalni, köcsög. Mi azok itt varázsolgatnak? Mi történik? Jó, ezek itt nagyon harcolnak. Nem tudom, kinek az oldalára állja. Grrr. Ó, egy dédrukus fejsze van nála, meg egy dédrukus pajzs. Olyan idézett pajzsok azok? Avagy nem. Keep moving, scum. Droras Arvel. Első Prakli. Ez egy... Sorvat nix vérebb. Ki vagy te? És miért harcoltál azzal az emberrel? Ki vagy te külföldi, és mit csinálsz itt? Ki vagy te? Nem ismerlek téged, külföldi, mit keresel te itt? Azért vagy itt, hogy imádkozzál ennél a tiltott szentélynél? Én vagyok a Nerevarin, és a proféciák beteljesítésén fáradozom. Nem, te a hamis inkarnáció vagy, a hazugságok ördöge. Azt állítod, Azura választottja vagy, és Morrowind megmentője, de te a tribunál gyalázod. Hamis isteneknek nevezve őket, és a valódi védelmezői ellen fordítod a népet. Nem vagy más, mint egy szélhámos álmodozó, az ördögi Dagoth Ur őrült szolgája, ezért pusztulnod kell. Hát, hajrá! Nem mered. Az erőmet azt megint lecsócsálta. Nem baj. Vissza tudom állítani, mert marha nagy varázsló vagyok. Ho-ho, yes. Na, mit van neked? Fú, jó kis buzogány, démon buzogány. Indoril pajzs. Normál erőnlét helyre állító, egészséghelyre állító, értékes palást. Érdekes, olyan dédrikus izének tűnt, pajzsnak. Na, akkor mielőtt bemegyek, várjál, először kicsit meggyógyítom itt a pajzsaimat, páncéljaimat. És hogy itt most rendet kell tennem, haha. Jaj, közben, hogy lássatok ti is jobban. És éjjel látó varázslatot magamra nyomok. Na gyere, köcsög! Gyere, köcsög! Mit van? Semmid. Acél gyors penge. Várj, ez ilyen bénítás. Aha. Csak az akaraterőm az már azért 79-es szinten van. Ezért nem olyan egyszerű engem megbénítani. Hát meg vannak ilyen bénulásgyógyító italjaim is. Mondjuk túl sok értelme úgy lenne, hogyha ellenállóvá is tenne utána, mit tudom, legalább egy 10 másodpercre, mert hiába kigyógyítom magam, hogyha utána megint megdöfnek és megint lebénulok, akkor ugyanott vagyok, ezt egyfolytában vedelhetem akkor az italokat. Na jó, akkor menjünk el először erre. A bal szárnyba. Szavaztok! Egy nagy csatározás történik itt. Hát ő nem tudom, hogy ki ellen van. Úgy vagyok vele, hogy megvárom, hogy befejeződjék. Azon a Breton hölgyön úgy látom, hogy üvegpáncél van. Ó, hello! Új. Ennyit rólatok. Na hát üvegpáncélt ezt persze leveszem, mert értékes viharpenge. Salvas Alarat. Úgy látnak szemeim. Kincses raktár. Elektron, marás, harci bárd, birodalmi rohamsisak. Nagyon értékesebb dolgokat elrakjuk. Ha ezt a Daedroth üvet elveszem, akkor megjelenik egy szörny mögöttem. Nem? Vannak olyan értéktárgyak, amit ha így ellopsz, akkor megjelennek. Ilyen védelmező. De úgy látszik, hogy ez most nem következett be, úgyhogy... Oké. Okay. Belső szentély, hello. Na ki fog győzni vajon? Lehet fogadásokat kötni. Szerintem a páncélos. Oh, oké. Attól, hogy ő fog győzni. Persze a legvégén én maradtam állva. Szokásomhoz híven. Ennyi értékes cucc. Ez ki lehet vajon? Ja, ez Sheogorath. Igen, és nem lehet őt aktiválni. Na nézzük, akkor ezt nyissuk ki. Meg akkor telekinézissel ezt is. Aha, látod, megjelent egy őrző. Nem a rúglabdába. És mi van, nézd, a daedrikus rövidkard. Köszönöm szépen. Na nézzük, mi van itt. Pompás gyűrű, holttest előkészítés, Azura szólítása. Your wounds are great! Ja, aranyszent üvegbárd. Hogy állnak a felszerelési? Úgy bizony. Na, van itt még valaki? Ó, ott látok valami hullát. Hulla jó. Fénypajzsa. Kitűnő fényital. Tényleg ezt még nem is mutattam, hogy van ilyen izé. És ezt megiszom. Így magam köré ilyen fényt hoz létre, és ez hát nem olyan, mint az éjjellátás varázslat. Az azért szeretem jobban, mert az úgy összességében világosítja ki az egész területet, az egész játékban. A fény ez meg közvetlenül körülöttem bizonyos sugaron belül ad fényt. Ja, hogy kutya úgat. Azt hittem, hogy valami van. Azt mondom, hogy valaki üvöltöznek, hogy rohagy meg, megöllek! De nem, szerencsére nem. Micsoda harc folyik itt. Hát addig is, amíg ti lerendezitek, addig kifosztom a szobát. Hey. Még mertél támad. Ez hallatlan. Ez a fájdalom hangeffekt. There is no escape. Dédrikus tör. Sárkány pikkely toronypajzs. Változatosságképpen engem is ütött egy picit. Na, valaki kipusztulna már? Gyerünk, intézzétek már el egymást. Oké. Indoril pajzs, Indoril csizma. Ja, elég értékesek, csak már nem nagyon van hely a inventorimban. Nem sokára már lehet, hogy el kell teleportálnom Kalderába, hogy eladjam ezt a sok cuccot. Miau. Miau. Mi a tőgy? You may ask your question, but make it quick. Na várjál, beszéljünk. Hlireni Indavel. Nocsak, lássuk, miből élünk. Kaptál meghívást? Te is a játék részvevője vagy, vagy a játékbábok egyike? Vagy csak egy kíváncsi néző? Néző vagyok. Néhányan csak nézni szeretik, akik csak állnak és tapsolnak, azok is szolgálják Sheogorathot. Így jól esik. Kérsz valamit inni, cimbi? Kapsz bármit, amit szeretnél. Főleg, amíg az Sujamma. Ja igen, őróla volt már szó korábban, ugye egyik érdekességeknek a kifejtésekor. Jau. Igen, őt kell legyőznem. Gyerünk, ez a te dolgod. Részvevő vagyok. Jó, van egy játékod, amit játszani akarsz, mondd. Felajánlom, hogy megkímélem az életét, hogyha menedéket biztosít az Ahemmusa törzsnek. Ó, értem. Azt ajánlod, hogy engedjen meg ezeknek a szegény Ahemmusa törzstagoknak, hogy jöjjenek a szigetre, és telepedjenek le. Ezért cserébe pedig nem fogsz megölni engem. Szóval a játék kihívás és blöffelés. És tekintve szemben láthatóan lenyűgöző képességeidet, azon tétovázok, elhiggyem-e a blöffödet. Nos, győztél, elfogadom. Természetesen nem beszélhetek az ordinátorok nevében, de megígérem, hogy idehozhatod az Ahemmusa törzset, és a követőim nem fognak ártani nekik. Az őrült Istenre esküszöm. Hát, oké. Akkor most azt fogom csinálni, hogy elmegyek Kalderába. Hogyha működne ez a rohadt varázslat. Van nekem én visszatöltöm? Nincs. Varázserő növelés, ez van. Igen. Na! És akkor szépen a cuccaimat eladom. Hát ha már annyira meg vagyunk terhelve, hogy nem tudok felugrani olyan magasra, tehát sokkal kisebbet ugrok. Az ugrásvarázslattal is hatással van, hogy mennyi tárgy van nálad. Na, ide lerakom ezt a kulcsot, mert ez már nem kell. Na, akkor adom a cuccokat, figyeljél. Erre még lehet, hogy szükség van. Meg erre is. Igen. Erre már nincs. Yep. Na, 134 000 arany. Szuper. És akkor már csak annyit kell megtennünk, ami hát most lesz igazából ugye a lényeg. Egy kicsit pihenünk. Na. Szóval, igen, kipucoltam Ald Daedrothot, illetve megbeszéltem a papnővel, hogy oda mehettek, hogyha gondoljátok. Úgyhogy el is kísérlek téged oda, hogy meggyőződj róla. Sikerült Ald Daedrothot biztonság és helyét tenned az Ahemmusa számára, ha biztonságosan be tudok jutni az ősi szentélybe. És láthatom a nagy szobrot a belső síremlékben, akkor az a hely biztonságos népemnek. Ha Ald Daedroth nem veszélyes többé, készen állsz rá, hogy elkísérjelek oda, és saját életünkkel ellenőrizzük, hogy valóban biztonságos-e. Ja. Kérlek, tarts velem Ald Daedrothba. Rendben, Oszi bácsi, elkísérlek a dédrikus szentélyhez, Ald Daedrothba. Ha majd elvittél engem az öreg szentély alá a romokhoz, és láthatom Sheogorath nagy szobrát a belső szentélyben, akkor biztosan tudni fogom, hogy biztonságosá tetted Ald Daedrothot az Ahemmusa számára. Én is Ahemmusa Nerevarinnek foglak nevezni. Menj előre, majd még beszélünk a nagy szobor előtt. Jó, jöjjön akkor, hölgyem. Gondoltam, hogy ez lesz. Igen, gondoltam, hogy ez lesz. Go ahead, I'm listening. Na jó, akkor God Mode-be. Kísérő varázslat előkészítve, mert az a baj, hogy ez nem vagyok elég nagy varázsló, hogy ezt állandóan. Hát el tudom sütni. Csak látod, nem elég magas szintű a varázslat, az a baj. Úgyhogy... hát akkor azt fogom csinálni, hogy elmegyünk Balmorába. És úgy csináltatok egy olyan varázslatot, ami erősebb ennél. Na. Oh, greetings. How do you do? May we talk? Humanoid irányítás érintéssel, hát 500 az mondjuk talán sok, 100-as, és 60 másodpercig. Hát 32 000 aranyba kerül, de van bőven. Úgyhogy Control Humanoid. Control Humanoid. Jó. Akkor ezt itt kitöröltem. Igen. Tehát ennek a elsütési esély az nulla. Kivéve God Mode-ban. Na. Ja. Ja. Még így se jössz? Ja, jó van. Azt hittem, hogy már... Na, gyere. Gyere, ha mondom, rontom, bontom. Na, legalább elég gyorsan tudsz szaladni. Azért ez pozitív. Nyugalom, nem kell fosni. Csak arra vigyázzak, hogy lejárjon a varázslat. Mielőtt még egyszer rávarázsolom, mert különben beakadhat cucc. Hey, wait for me. Gyere, hölgyem, ússzunk! Ezt tudsz vízen járni, tök jó. Intelligens nőci. Hey, wait for me. Na, ott is vagyunk szinte. Nem jössz? Gyere! Valami megtámadt minket. Már lejárt volna az idő? Hölgyem. Oh! Ez valami komolyabb állat volt. Ja nem. Hirtelen a színéből ítélve azt mondtam, hogy hú. Na, hölgyem, akkor mentek egyet azért, nehogy beakadjon. Na, jöjjön. Hey, wait for me. Hey, wait for me. Én csak ezt gyorsan legyakom, ezt a szörnyet itt. Úgy bizony. Jöjjön, kérem, hölgyem, megyünk tovább. Oh! Gyere, halacska! Megdögönyözzek a kardommal. Ha-ha. Gyere! Jöjjön, hölgyikém! Hey, wait for me. Ó, nehogy ma őt támadjad. Heh. Jó, elvá! Úgy látszik, hogy most már ott ragadt. Oké. Jöjjön, hölgyem. Na. Nem tudom kimászni, úgy látszik. Na, jöjjön! Hey, wait for me! Hey, wait for me! Jöjjön! Na, beakadt. Beakadt, hölgyem. Jöjjön. Come with me. Keresünk valami kimászási pontot. Now you die. Now you die. Jöjjön, hölgyem, jöjjön. Na, itt már talán ki tudunk valahogy mászni. Jöjjön, jöjjön, ez az. Hát végül is jön, kicsit furcsán, de azért jön. Így van. Jöjjön, jöjjön. Hey, wait for me. Jöjjön, jöjjön. Na, legalább ezzel a trükkel át lehet hidalni a játéknak a script hibáját. Ami gyanítom, hogyha most itt teljesen új játékot indítanék, akkor megjavulna, csak hát na, most nem akarom. Na, meggyőződtél a saját szemeddel? A szoborral kapcsolatban? Hey, wait for me. Thank you. Na, jó, jó, legalább ez a script nem akad be. Köszönöm Istenem. Azt mondtam, elkísérlek, Oszi bácsú, hogy lássan, biztonságosá tette, de Ald Daedrothot az Ahemmusa számára. Eleget tettél a feltételeimnek. Köszönöm, Oszi bácsi. Az Ahemmusa megmenekül. És ugye szeretnéd, az Ahemmusa Nerevarinnek nevez. Igen. Biztonságosá tetted ezt a helyet az Ahemmusa számára, ezért kinevezlek Ahemmusa Nerevarinnek, az Ahemmusa törzs hadvezérének és a nép védelmezőjének. Neked adom az Ahemmusa dühkő nevű ékszerét is, ami jelezni fogja minden Dunmer számára, hogy te vagy a Nerevarin, és hogy az Ahemmusa tagjai bárhova, akár a halálba is követnek, amíg csak élsz, és amíg az ellenséget le nem győzzük. Most csak rövid ideig maradhatok itt, hamarosan vissza kell térnem az Ahemmusa táborba, hogy előkészítsem az átköltözést. Yeah! Azt mondja, hogy a dükő, zaj 50 pont, időtartam 20 másodperc érintéssel. Ez nem tudom egyébként, ez a zaj, ez egész pontosan mit jelent. Az, hogy nehezebben tudnak varázsolni a varázslók. Én ezt valahogy mindig ezzel párosítottam össze. Azt hiszem, hogy a zajvarázslat az talán ezt jelenti. Na mindegy, hát ez legalább egy értékes valami. Mondjuk mindegyik elég értékes, mindegyik ugyanannyit ér. Sőt, ez a legolcsóbb, a legkevésbé értékes, de mindegy, nem lényeges. Szóval akkor ezt gyakorlatilag sikerre vittük. Na jó van, hölgyem, akkor én viszont távozok innen. És akkor a következő részben haladunk tovább, még akkor lesz ugye a negyedik tábor. Hol van a Recall? Total Recall. Ó, én gyorsan visszajöttem is, hölgyem. Vagy még lehet, hogy nem járt le a varázs. Remélem lejárt. Jó, lejárt. Hoho, oké, már megijedtem. Na úgyhogy nyomok egy mentést, vagy a TG-met ezt kikapcsolom, God Mode off, bár automatikusan kikapcsolja magát egyébként. Jó, újra betöltöm a játékot. De azért biztos, ami biztos. Na, haladtunk most is előre a fő történetben, halleluja, már csak egy törzset kell majd meggyőzni arról, hogy ki a legtökösebb vidéken, mint férfi. Én. És remélem, hogy akkor is velem tartotok majd, és együtt megnézzük, hogy hova fut ki ez az egész, és utána majd jönnek a nagyházak, hát az majd húzósabb lesz valószínűleg, de majd meglátjuk. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok! Hogyha nem nézed meg ezt a videómat, a fenekedbe fogom szúrni a vasvillámat. Szereted nézni, ahogyan mások játszanak videójátékokkal? A 90-es évek szerelmese vagy? Netán egy zöldfülű újszülött, akinek minden vicc új. Retro és modern számítógépes játékok végigjátszásával foglalkozok. Lehet nekem kérdéseket feltenni, illetve jókedv és kacagás jellemzi a videóimat. Én Oszkár vagyok, gyere és iratkozz fel a csatornámra, nem fogod megbánni.